Nekem két egyszerű kérdésem lenne. Azt szeretném megtudni, hogy miért nem működnek azok a természetesnek tűnő világgazdasági helyrehozó mechanizmusok, amelyeket most mindjárt meg fogok nevezni. Tehát az egyik kérdésem az az, hogy miért nem vásárolja föl Kína és az öböl országok az adósságokat, úgy az állami adósságokat, mint a cégek adósságait. A másik kérdésem pedig az, hogy ez már nem automatizmus, de hát 20-ak időnként találkoznak. Miért nem jön létre hatékony, elszigetelő mechanizmus, amely akár országhatároknál, akár régióknál a kezdődő válságokat időben leszigetelni? Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérdezném is az előadóinkat, hogy és a beszélgető partnereket, hogy hogy találják szerencsésnek, gyűjtsük össze a kérdéseket, vagy erre most. Akkor még, ha vannak még kérdések, akkor inkább összegyűjtenénk, és utána próbálnánk végigmenni a válaszokon. Róna Péter úr említette az elején Magyarországról szólva, hogy Magyarországon igen magas a multinacionális tőke mértéke a működő gazdaságban, ugyanakkor viszont majdnem nulla, és válságban van a hazai gazdaság. Ez véleményem szerint alapvetően a bankrendszer szándékának megfelelően alakult, hogy tönkretegyék a hazai gazdaságot, hogy marha olcsón meg lehessen vásárolni. Egy, kettő, a politika ebben segédkezett, és valóban kellett volna egy új Magyarországot építeni, de nem 1800 milliárdot multinacionális megrendelésekre a Bajnai kormány idején, hanem éppen fordítva munkahelyteremtő pályázatot kellett volna ebből, meg a többi, összesen 3800 milliárd kihajított pénzből, mondjuk 2 millió forint per fő munkahely, az a pályázati tételként elég nagy lett volna ahhoz, hogy akár nyugatról, akár Magyarországról, aki képes létrehozni munkahelyet, beinduljon egy ilyen állami, akár nem visszatérítendő támogatásra, és ennek a hozadéka társadalombiztosítási és adóbevételekben is magasabb, mint egy kamat, amit az IMF-nek kell fizetni. Erre nézve szeretném megkérdezni, hogy a bankrendszerrel, illetve a pénzügyi rendszerrel kapcsolatban ez miért lehetetlen ma? Köszönjük. Köszönöm. Én most három kezet láttam az előbb még, de szerintem nekik tőlük most még beszedem a kérdéseket, és utána jöhetne a válaszkör, és aztán még elvileg lesz egy lehetőség a közösségben. Ez egy második kör, igen. Főleg a magyar vonatkozású elemeket lehet, hogy a másodikra is lehet hagyni. Juhász Géza vagyok. Itt többször elhangzott a fenntartható növekedés kifejezés, és úgy jelölték meg, mintha ez egy cél lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy minek kéne növekednie? Tehát ugye egyre többet hallani arról, hogy az emberiség ökológiai lábnyoma már sokkal nagyobb, mint a Föld. Mi növekedjen még? Az anyagkitermelés, vagy a anyagi javak előállítása, vagy a szellemi javak termelése fog a végtelenség növekedni? Szóval nem tudom elképzelni. Köszönöm. Mizsely László vagyok. Az a problémám, hogy Géza lelőtte a poént. Azt szerettem volna kérdezni mind a három előadótól, hogy önök szerint létezik-e fenntartható fejlődés, és az mennyire fenntartható, és milyen ütemű. Nekem az a meglátásom, hogy amit itt többen is utaltak, hogy egyre kisebb csoportok kezébe kerülnek mindenféle eszközök, hatalom ebből kifolyólag, ez már a egypólusúvá válás, a világ egypólusúvá válása óta elindult nagyon erősen. Tehát a Szovjetunió összeomlása óta. Azóta emberek, csoportok kitalálták azt, hogy római klub óta lehet tudni, hogy nincs fenntartható fejlődés, tehát nincs örök fejlődés, hogy a maradék eszközöket, a maradék nyersanyagokat valahogy meg kell szerezni. És gyakorlatilag most azt látjuk szerintem, hogy ezek az erőcsoportok az utolsó meccset vívják, és ezért tartott a világ, ahol tart. Hogy önök szerint van-e ennek bármiféle esélye, hogy ezt fenntartható fejlődéssel és milyen fejlődéssel fogjuk kilábalni? Köszönöm. Urban Imen vagyok.
1987-ben itt Magyarországon mondta el Mika Manerma, a finn jövőkutatók egyik jeles alakja, és a finn zöld pártnak az elnöke, a finn fenntartható fejlődési gazdaságnak a modelljét. 1990-ben összeomlott a finn gazdaság, és megcsinálták azt, amit most mi ötletelgetünk. Az elmúlt 20 évben a finn gazdaság végigment ezen az úton, amit most próbálunk Magyarországnak megmutatni. A kérdésem az, mikor fogunk szinkronba haladni a világ tendenciával, és amikor a fenntartható fejlődésről egyes országok átállnak az élet alapú gazdaságra, akkor miért kezdünk el egy 25 évvel ezelőtti lemezt feltenni? Köszönjük szépen. Jól számoltam? Vagy igen, akkor... megvolt a három, én akkor most lezárnám. Bocsánat. Jó, akkor most ezt a blokkot mindenki, ha megtenni, hogy megjegyzi a kérdését. Én akkor pár bökszót visszaidéznék, tehát Kína szerepe az adósság lebontásban, ugye többször elhangzott szűrőmechanizmusok, előrejelzés, multinacionális cégek támogatása, és a fenntartható növekedés kell-e, nem kell. Ugye itt a finn modellnél az nekem persze érdekelt volna, hogy mi volt a megoldás, de lehet, hogy a többiek ismerik és tudnak reflektálni arra. Én nem ismerem az akkori finn intézkedés sorozatot. Hát talán kezdjük most visszafelé, hogyha ezzel nem lepem meg nagyon a Pogácsa Zoltán urat, hogy melyikhez volna kommented. Jó, én csak nem lepődnék meg, ha mindegyikhez. Nem, Isten ments, én csak kettőhöz. Az egyik ez a bankok nyomorgatják el a magyar gazdaságot multik dolog, a másik meg ez a fenntartható gazdaság, ami több helyen előkerül. Szóval én őszintén szóval nem szeretem soha, hogyha társadalmi folyamatokat arra vezetünk rossz, hogy vissza, hogy valaki gonosz lenne, és gonoszságból, összeesküvésből valami ártani akarna direkt valaki másnak. Tehát minden ilyen bankárok, zsidók, ufók, valahol valakit ront, ezt nem szeretem. Én azt gondolom, hogy akkor szokott félremenni a gazdaság, hogyha a parciális érdekek a közjó előtt vannak. Ez pont elég ahhoz, hogy félremenjen, nem kell ehhez gonosznak lenni és akaratosan elrontani valamit, hogyha az egyes parciális érdekek, egyes csoportoknak, vagy vállalatoknak, vagy embereknek az érdekei elébe kerülnek a közjónak, és ez nagyon fontos Magyarországon is, hogy 20 éve a közjó nagyon gyengén van jelen, az egyéni érdekkiárások sokkal erősebben, mint a közjó, akkor az pont elég, ahogy ez elromoljon. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság azért lett ilyen multikra alapozott, és azért gyenge a magyar kis- és középvállalati szektor, mert egész egyszerűen nem voltunk elég okosak, és nem voltunk elég bátrak a rendszerváltás környékén, hogy egy jobb rendszert hozzunk létre. Nem volt elég tudásunk, egy csomó butaságot gondoltunk, nem ismertük eléggé azt a globális turbokapitalizmust, amibe 90-ben beléptünk, hogyha kicsit, de hát honnan lettünk volna, hiszen ugye mégiscsak az államszocializmusból léptünk ki, hogyha kicsit jobban ismerjük és kicsit bátrabbak vagyunk, akkor egy jobb szerkezetet lehetett volna. Ebből nem következik az, hogy ma még nem lenne ugyanez a feladat. Tehát 20 évvel később továbbra is feladat, hogy fölépítsük nem a second hand magyar kapitalizmust, hanem az igazi magyar, jól működő, kreatív, magasabb hozzáadott értékre építő és magasabb foglalkoztatásra építő magyar gazdaságot, arra meg azt gondolom, hogy az az út, amit az előbb elmondtam. A fenntartható gazdaság, persze, én azt gondolom, hogy talán ebbe a panelbe egy kicsit kevesebbet beszéltünk erről, mint ahogy kellett volna, főleg, hogy ugye ez az Ökopolisz alapítványnak a rendezvénye, tehát ez egy fontos dimenzió, nyilván rengeteg ember, aki ma eljött, az kíváncsi erre a kérdésre, hogy mitől lesz fenntartható egy gazdaság. Én nagyon szeretem azt, amit Schmuck Erzsébet szokott rendszeresen mondani, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a fenntarthatóságot nem lehet csak úgy értelmezni, hogy az csak a zöld dolgokra. Ugye a Gergő mondta a felvezetőjében, hogy kevés zöldségről fogunk beszélni, meg a zöld dolgok. Szerintem nincs ilyen, hogy a zöld dolgok, meg a nem zöld dolgok. Alapvetően az egész gazdaságban kell a fenntarthatóságot keresni. Nem lehet szeparálni a csak zöldet a nem zöldtől. A fenntarthatóság nem csak azt jelenti, hogy a biodiverzitás fenntarthatósága, vagy az ásvány
kincsek fenntarthatósága, hanem társadalmi fenntarthatóságot is kell keresni. Nekünk közgazdászoknak az a feladatunk, hogy olyan társadalmi rendszerekről morfondírozzunk és vitatkozzunk, amelyek fenntarthatóbbak. Például, hogy ne rébuszokban beszéljek, a költségvetés fenntarthatósága az egy centrális kérdés Magyarországon. Azt látjuk 20-30 éve, hogy újra és újra stabilizálni kell a magyar költségvetést, és ezt azért kell újra és újra stabilizálni, mert nagyon kevés a befizető, és nagyon sok az eltartott. Semmilyen stabilizáció, ami nem növeli érdemben a munkahelyek számát, és nem csökkenti érdemben az eltartottak számát, nem teszi fenntarthatóvá a magyar költségvetést. Akkor lesz a magyar költségvetés fenntarthatóbb, hogyha a munkaügyi miniszter lesz a kormány sztárja, ha nem a pénzügyminiszter, hanem a munkaügyi miniszter lesz a kormány sztárja, és Magyarországon sikerül érdemben növelni azoknak a számát is, akik dolgoznak, és azoknak a hozzáadott értékét és a bérét, akik dolgoznak. Természetesen azt nagyon figyelemmel kell kövessük, hogy nem mehet a dolog a természeti erőforrások kizsákmányolására. Ez történt az utóbbi 30 évben. Tehát olyan gazdaság felé kell elmozdulni, például a fenntarthatók irányába. Igen, valószínűleg nincs szükség paksra, igen, valószínűleg nem fosszilis üzemanyagokra működő nagy hálózatokra van szükség, hanem kis hálózatok fenntartható energiával. És ilyen típusú elmozdulásokra van szükség, attól lesz fenntartható egy gazdaság, hogyha ezeket a változtatásokat tudjuk érvényesíteni az állam fejlesztés politikájában, a működtetésben. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges, ez egyáltalán nem egy ilyen utopisztikus valami. Nyilvánvalóan azt a diotómiát el kell utasítani, hogy ez egyik napról a másikra lenne. Nyilvánvalóan ez egy mozgás, ahol el tudunk mozdulni abba az irányba. Egyelőre nem tettük, tehát el kell indulni ebbe az irányba. Surányi György. Az ökológiai kérdésekről nem szeretnék beszélni, és a zöld kérdésekről, mert az ismereteim ehhez elégtelenek. Talán legfeljebb egy általános megjegyzést, ha megengednek, Magyarország és a világ kapcsán. Itt lehetünk szép lelkek, hogy mennyiségi árukban mérhető növekedésről beszélünk, vagy a szellemi, társadalmi növekedésről, de vegyük tudomásul, hogy milliók halnak éhen naponta, az anyagi eszközök hiányában, és vegyük tudomásul azt is, hogy Magyarországon is milliók vannak olyan helyzetben, az anyagi eszközök hiányában, hogy az élettől is elmegy a kedvük. Ezek után lehet arról filozofálni, hogy az anyagi javakat kell-e növelni, vagy nem kell növelni. Az nem kérdés, hogy lehet jobb eloszlása ezeknek a javaknak, a jövedelmeknek és a javaknak, de azt gondolom, hogy az egy lila köd, amikor arról beszélünk, hogy az anyagi javakat nem kell változtatni, nem kell növelni. Természetesen figyelemmel a környezetünkre, és amennyire lehet megújuló erőforrásokkal, de én például nem hiszem azt, hogy az atomenergiát egy nap alatt ki lehet vezetni a magyar gazdaságból. Ez megint egy teljesen megalapozatlan és mindennel alá nem támasztott dolog. És az se igaz, hogy egy ezrelékét kell befektetni annak, hogy az egyéb energiaforrásokat meg lehessen csinálni. Még szeretnék visszatérni arra, amit az előbb említettél, az adókra, hogy a kiadások, a bevételeket adottnak veszük. Én mindig álmélkodva hallgatom az ilyen eszmefuttatásokat, mert azt gondolom, hogy ha valaki életében egy költségvetést a kezébe vett, vagy a makroszámokat, akkor azt tudja, hogy ez, bocsánat, teljesen alaptalan. Hát azok az adók, amikről beszélsz, ha azok kivetésre kerülnek, azt kifizeti a jóisten, az valakinek hiányozni fog. Annak megint az lesz, vagy inflációt csinálsz vele, amikor ugyanott vagyunk a nap végén, vagy valakinek a jövedelme csökken, aki feketén elkerüli az adót, ha én is annak a híve vagyok, hogy próbáljuk behozni a fehér gazdaságba, de az nem azt jelenti, hogy 200 milliárddal több lesz a költségvetés bevétele. 200 milliárd kereslet ki fog esni a piacon, ami nem fog csinálni munkahelyet, nem fog áfát fizetni, nem fog ezt-azt-amazt fizetni. Ennek következtében ennek a 200 milliárdnak a nettó hatása lesz 20 milliárd.
Tehát itt ne legyenek illúzióink, hogy itt az égből leszedjük az adókat, és akkor majd ettől minden jobb lesz. Miközben természetesen vagy lehet mondani a kamionokra, hogy még több adót fizessenek. Megjegyzem, amit a benzinben fizetnek, a benzinárának a kétharmada adó. Ha még többet fizetnek, akkor nem Magyarországon fognak átmenni. Annál jobb, igen. Csak akkor megint egy csomó munkahely meg fog szűnni. Egy csomó embernek nem lesz munkája. És akkor itt, amit Róna Péter mondott, én azt nagyon fontosnak tartom, de nem tudom rá igazán a választ. Csak azért megint a realitásokat vegyük figyelembe, hogy Magyarországon mindenki atomfizikus legyen. 1 millió embernek van 8 általánosnál kevesebb végzettsége. Miért gondoljuk, hogy ez az 1 millió ember a bérmunkánál többet tud csinálni? És miért megalázó bérmunkásnak lenni? Ha vegyünk jó példát, mert hogyha sokáig hallgatjuk itt egymást, akkor tényleg a legpesszimistább kép alakul ki. Magyarországnak van egy roppant prosperáló vállalata, úgy hívják, hogy Videoton. A Videoton 15 évvel ezelőtt a csőd szélén volt, 3000-re ment le, 17000-ről a foglalkoztatottak száma. Az első folyamatban, az első periódusban a legegyszerűbb összeszerelő munkákra szerződtek, a legkisebb hozzáadott értékű összeszerelő munkákra. Ma kutatásfejlesztés van a gyárban, sokkal magasabb szintű munkákat végeznek, már nem minimálbéren foglalkoztatják a munkásoknak a nagy részét, hanem betanított és szakmunkás és technikus és egy csomó mérnöknek adnak munkát. Egyáltalán nem erről van szó, de van Magyarországnak egy gyógyszeripara is. Nem igaz az, hogy Magyarországon semmilyen értékes dolgot nem állítanak elő. Hát ez egyszerűen nem állja meg a helyét. Nem, ezt most nem a Péternek mondom, hanem hogy a hangulatban. Hát aztán azért azt lehet mondani, hogy azt mondjuk, hogy teljesen duális a gazdaság. Igen, van egy dualitása a gazdaságnak, de vajon mit gondolunk, hogyha nem lennének ezek a csúnya multik? Akkor miből tudnánk azt az importot fedezni, ami a fogyasztási cikk piacnak a 3/4-ét teszi ki a tartós fogyasztási cikk piacnak? Honnan lennének? Mondhatjuk, hogy milyen jó volt 89 előtt. Saját tulajdonban voltak a gyárak, tök eladhatatlan termékeket vittek a piacra, semmilyen innováció nem volt, pedig nem voltak multinacionálisok. 40 éves termékeket anyagáron próbáltunk eladni, azt is csak azért, mert a szovjetektől piaci ár alatt kaptuk, és lehet folytatni. Ma ezekben a gyárakban világszínvonalú termékeket állítanak elő. Igen, nem a legnagyobb hozzáadott értékkel, ehhez évek kellenek. De egyébként nem igaz, hogy a magyar gazdaságnak nem volt olyan periódus az elmúlt 20 évben, amikor jól fejlődött. Azt kell mondanom, hogy 89-et követően egészen 2001-2002-ig a magyar gazdaság alapvetően jó irányban ment. Nem igaz, hogy a 95-ös stabilizációt újra kellett kezdeni, azt azért kellett újra kezdeni, mert abszolút paradigmaváltás, rossz irányú paradigmaváltás következtében az egyensúlyi irányról letért a magyar gazdaság. 96 és 2001 között az átlag növekedés üteme Magyarországnak 5%-ot évente meghaladta. Ma 5 év alatt nem növekszünk 5%-ot, akkor évente 5 fölött növekedtünk. A munkahelyek száma 300 000-rel nőtt 6 év alatt, 300 000-rel. Abban a szerkezetben, amiről azt hallottuk, hogy hát önmagában nem jó. Na most azt szeretném visszautasítani, hogy a bankok szándékosan bármi rosszat csinálnak. Szeretnék arra is rámutatni, hogy hát a saját bankunknál látom, de ez az egész bankrendszerben így van. A magyar kis- és középvállalatoknak a bedőlési aránya, tehát amennyi hitelt a bankoknak nem fizetnek vissza, az 30%-ot meghaladja. 30%-ot. Én azt gondolom, hogy ez nem a bankoknak a felelőssége csak. Nyilván a mi kockázatkezelésünkkel is probléma van. Amit ön mond, az a legrosszabb szemlélet, ami létezik, hogy miért nem adnak 2 millió, vagy 3 millió, vagy x millió forintot ingyen. A piacgazdaság nem arról szól, hogy az adófizető pénzét a magánzsebbe átpumpálom, és az állam pénzére vállal kockázatot. Arra én is szívesen vállalok kockázatot. Adjon nekem valaki pár milliót, és hogyha eltapsoltam, majd az adófizető fizet helyette. Ez nem a piacgazdaság, ez meg csak nem is szocializmus. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem működik. A Kína miért nem vásárolja föl ezeket a papírokat? Egyrészt részben fölvásárolja.
az amerikai államadósságnak egy nagyon tekintélyes részét Kína finanszírozza, illetve az öbölmenti országok. Ez az úgynevezett recycling, tehát a szuficiteknek a visszapörgetése, ez folyik. 100 milliárdos, 1000 milliárdos nagyságrendben. Hogy miért nem vesznek mondjuk ma még több görög papírt, vagy más országoknak a papírjait, hát egész egyszerűen azért, mert tudnak számolni, és nem szeretnék elbukni a pénzüket. Elég nagy csapás, elég nagy teher egyébként a részben az öböl országoknak is, részben Kínának is az, hogy egy ilyen nagyon régi, konzervatív, merkantilista alapon már-már az észszerűség határát súroló töbleteket halmoznak fel, ami ugye azt jelenti, hogy az adott országban annyival a megtermelt jövedelmükhöz képest annyival kevesebbet használnak fel jóléti kiadásokra, életszínvonalra, beruházásra, stb. Tehát azért ők azt nem akarják elkártyázni. Olyan helyre akarják befektetni, ahol biztosak abban, hogy az megfelelő hozammal fog visszajönni. Igen, körülbelül ennyi. Köszönöm. Én amennyire emlékszem a kérdéseket, talán még a hatékony válság előrejelző mechanizmusok miért nem alakulnak ki, ez maradt ki. Gondolom, hogy Róna Péternek az elhangzottak, egyéb elhangzottakról is van véleménye, hogyha esetleg ezt is bele tudja venni a válaszába, akkor ezt megköszönnénk. Nagyon röviden, ami a kínai kérdést illeti, ezzel messzmen egyetértek, ez így van. Hozzátenném azonban, hogy ne tessék túldimenzionálni Kína helyzetét és lehetőségeit. 2010-ben példánk okáért Kínában több mint 70 ezer zavargás volt. Tehát egy olyan országról van szó, amely óriási belső feszültségekkel küzd, épp úgy, mint ahogy jött ugye az arab tavasz, ott is nagyon komoly feszültségek vannak, tehát itt ez, nekik nagyon óvatosan és előrelátóan kell működniük. Ami a bankokat illeti, én szintén nem kívánom a bankokból semmiféle bűnbakot csinálni, de ragaszkodom ahhoz az állításomhoz, hogy az európai bankrendszer és határozottan a magyar bankrendszer nagyon komoly hiányosságokkal küzd. És jobb lenne ahelyett, hogy én nagyon sajnálom, Gyuri, hogy szükségesnek találod ezeket az észrevételeket ilyen karikatúra formájában visszaidézni. Én szerintem jobb lenne, hogyha ezekkel a hiányosságokkal és gondokkal őszintén szembenéznénk. Itt ugye összefüggésben van a monetáris politika a pénzügyi szektor működésével. A tény az, hogy az elmúlt 20 évben átlagban, nagyjából átlagban, a magyar reálszféra 6-9 százalékos reál kamattal állt szemben. Na most a világon nincs olyan gazdaság, amelyik képes egy 6-9 százalékos reál kamatot kitermelni. Miközben a magyar, a hazai ipar, mezőgazdaság és szolgáltatás egy 6-9 százalékos reál kamattal állt szemben, a multinacionális tégek értelemszerűen legfeljebb 1,5-2 százalékos reál kamattal működtek. Ez egy olyan óriási versenyfeltétel különbözet, amit nem lehet ledolgozni. Tehát belementünk egy olyan csapdába, amiből egyszerűen nem is akarunk kijönni. Én nem látok semmiféle komoly erőfeszítést annak érdekében, hogy ezt megszüntessük. És az, hogy a kis- és középvállalatoknak a bedőlési rátája 30 százalék, az mindenféleképpen, tetszik, nem tetszik, Gyuri, minősíti a bankokat. Tehát ez itt valamit nagyon-nagyon rosszul csinálnak. Ez nem lehet. És sokkal egészségesebb lenne ezzel a problémával őszintén szembenézni. Fenntartható növekedés. Na most ugye itt ezzel kapcsolatban alapjában véve egy nagyon fontos szellemi, ha úgy tetszik, filozófiai, közgazdaságtan elméleti folyamatnak vagyunk jelenleg úgymond az haszonélvezői egyrészt és áldozatai másrészt.
Volt egyszer egy úgynevezett klasszikus közgazdaságtan, Adam Smith, David Ricardo és Marx ide sorolható, akiknek a fő érdeklődési körük az értékteremtésről szólt. Tehát The Nature and Causes of the Wealth of Nations, ugye Adam Smith könyvének a címe, mindent elárul. Az érdekli, hogy mitől gazdagodik meg egy társadalom. És ők mindig azt keresték, mind a három teljesen eltérő módon, de mind a három azt kereste, hogy mik azok a társadalmi, erkölcsi, satöbbi feltételek, amelyek értékteremtő képességet hoznak létre. A neoklasszikus közgazdaságtan megszületésével, a marginalista közgazdaságtan megszületésével egy egészen más közgazdaságtan jött létre, ami az egyedüli, tehát amelynek a hőse, a Bentham féle, kizárólag haszon maximalizáló egyén. Ő ennek a közgazdaságtannak a protagonistája. Na most, ez egy más világ. Tehát a haszonűző, a utility maximizing individual, ahogy ez az irodalomban szerepel, az annak a mitosza, annak az igényei, annak a matematikailag vélt, matematikailag leképzett paraméterei adják a mai közgazdaságtan ideológiai és filozófiai alapjait. Ez a közgazdaságtan alapjai a bukásra van ítélve. Azért nem bukik meg, mert mint ahogy Kuhn annak idején kifejtette ilyen értekezésben, nem fog megbukni egy paradigma, amíg nincs helyette egy másik. Még akkor is, ha mindenki tudja, hogy az a paradigma rossz. Most már tudjuk, hogy ez a paradigma nem jó, de még nem alkottuk meg az alternatív paradigmát. Nem sikerült létrehozni egy olyan közgazdaságtant, amely képes visszatérni az emberi erények szerepvállalásához egy közgazdaságtan elmélet paraméterein belül. Éppen az a jellegzetessége korunk közgazdaságtanának, hogy szigorúan, könyörtelenül kizárja elméletének megfogalmazásából az erények és az erkölcs szerepét. Azok nincsenek, azok nem léteznek. Na most a növekedés, a fenntartható növekedés viszont éppen arról szól, hogy hogy lehet reintegrálni azokat az emberi, társadalmi, kulturális erényeket, amelyekben valójában, mivel hiszünk, és bízunk, és szeretünk, és szeretnénk megvédeni, és szeretnénk őket élvezni, és megvalósítani egy olyan gazdaságban, amely ugyanakkor működőképes. Most, és itt tartunk. Ugye most már teljesen világos, hogy a GDP, mint szám, mint elmélet nem jó. Nem jó. Nem fedezi a valóságot, nem képezi le a valóságot, nem ad igazi képet a gazdaság mi voltáról, még a számszerű értelemben sem. Tehát alapgondjaink vannak. A CPI nem jó. Bocsánatot kérek, egy kicsit hadd szóljak közben, mert igen. Van egy olyan félelmem, hogy az idő előre haladtával a földhöz ragadt a magyar kérdésekre egyáltalán nem marad idő, úgyhogy egy kicsit megtörhetném a gondolatot. Igen. És Zoli is jelezte közben, hogy szeretne hozzászólni. Az lenne a javaslatom, hogy esetleg a benned ragadt gondolatot a következő kérdésnél mondd el. Egy kicsit nézzünk meg egy konkrét magyar történetet, ha javasolhatok. Ugye a magyar bankrendszer nagyon sok intézkedést kap mostanában. Hát én adtam egy teljesen konkrét magyar problémát, és érdeklődéssel várnám Surányi Ügyi, hogy válaszol. Én a magas reálkamatnál szeretnék visszaugrani az ön mondandójába, tehát ez nyilván oka volt a deviza hitelezés kialakulásának. Jelen pillanatban ugye amit látunk, hogy volt már itt különadó, meg nyugdíjrendszeri változás, meg végtörlesztés, ilyen-olyan intézkedés, tehát a magyar bankrendszer kapja hát bibliai tízcsapást, és közben mindig elmondja, hogy de hát ez nem lesz jó senkinek, mert nem lesz hitelezés.
A kérdésem az, hogy ezt hogyan látják, és először talán Surányi Györgyöt kérdezném, eljutottunk-e már erre a pontra, tehát a magyar gazdaságban hitelkereslet hiány van, vagy már a kínálat korlátos, ez gátolja a növekedést, vagy a sok-sok intézkedés ellenére még mindig lehet hitelhez jutni. Bocsánat, hogy megtörtem a dolgot, de erről mindenképpen szeretnék beszélni. De reagálhatnék arra, ami az előbb elhangzott, mert szerintem azt a költ nagyon kár volt, mert ott ez egy érdekes dolog volt, és utána még nagyon gyorsan erre is fogunk, de szerintem érdemes lett volna azt befejezni, mert ez így nagyon elvágott volt, és a György elmondhatta, amit gondolt, mi meg nem annyira. Tehát csak nagyon-nagyon röviden. Én azt gondolom, hogy az adórendszer és a magyar gazdaság szerkezet, én nem is értem ezt a kereslet kiesik, és az egekből hullanak alá az adó ellenérvet. Hát hogyha volt eddig örökösödési adó, és most meg nincs, azt addig valaki befizette, tehát ott az egy lehetséges adó volt, amíg volt progresszív rendszer, adórendszer. Az definíció kérdése, hogy hogyan definiálom ezeket az adókat, de azt gondolom, hogy ezt valaki befizeti. Hogyha adót vetek ki, mondjuk a vagyonra, tehát te magad mondtad, hogy nagyon a gazdagok felé koncentrálódott a vagyon, ez így van Magyarországon is, nem csak Amerikában. Én azt gondolom, hogyha kivetem azt az adót, és azt az állam elkölti, akkor az keresletet támaszt. Sőt, jobban keresletet támaszt, mert valószínűleg a gazdagok megtakarítják, ha az állam meg elkölti valami, befekteti arra, hogy a jövőt felszabadítsuk, ahogy ezt Péter mondta, akkor az bizony keresletet támaszt, és ez valóban egy jó adó, erről szól a redistribúció, valahonnan elveszek, valahova megy, és abból lesz kereslet. Tehát én ezt nem értem, ezt az égből pottyan dolgot. A másik pedig ez a magyar gazdaságra az a narratíva, ami nagyon-nagyon elterjedt, hogy alapvetően 2001-ig rendben volt minden, csak utána a fiskális alkoholizmus az tönkretett mindent. Én ezt sem osztom. Én azt gondolom, hogy ez egy optimista, túlságosan optimista nézet. 2001 előtt sem volt minden rendben. Milyen Zoli, adatokat tényleg hadd javasoljam, hogy ne a 2001 előttről beszéljünk, de szerintem kicsit jussunk el 2011-re. Ez írtózatosan fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy mi van Magyarországon. Tehát lehet parciálisan most arról beszélgetni, hogy a svájci frank hitellel mi van, de a magyar gazdaság egészét nem értjük, akkor kár beszélni a svájci frankot. A magyar gazdaság egészen szempontjából a hitel problematika talán azért el fogok oda jutni, adjál nekem három mondatot. Tehát azt szokták mondani erre a 90-es évek közepének a történetére, hogy itt nőtt a GDP, nőtt a foglalkoztatás, tehát minden rendben volt, és utána a fiskális alkoholizmus megtörte. Ott egész egyszerűen arról az történt, hogy a rendszerváltással volt egy óriási zuhanás a gazdasági kibocsátásban, a rendszerváltással rengeteg ember munkanélkül lett, és igen, amikor behoztuk a multinacionális cégeket a helyére, nyilvánvalóan, amikor a vállalatok elkezdenek működni, akkor nő a gazdasági kibocsátás, és nyilvánvalóan egy csomó embert felvesznek. Ez történt a 90-es évek elejétől a 90-es évek végéig, és ez a gazdaság szerkezet, ez nagyjából az ívét bejárta. Ez egy rekonstrukciós hatás volt, olyan, mint egy háború után, tönkrement a gazdaság, újjáépítettük valami más alapon, sajnos főleg multikra épített alapon. Ez az ívét bejárta nagyjából a 2000-es évekre, nem tud több embert foglalkoztatni, és nem növeli a hozzáadott értékét, empirikus kutatások bizonyítják. Lehet olyan példákat hozni, hogy a Videotonnál nőtt a termelés, és hogy a Sony Ericsson idehozta a kutatóbázisát, de mi empirikusan megnéztük, tudok küldeni erről APEC adatokból felméréseket, hogy a magyar hozzáadott érték az nem, hogy nőtt volna, hanem csökkent a 2000-es években, ha a gazdaság egészét tekintjük. Vannak ilyen spotszerűen növekvő dolgok, és ennek örüljünk, hogy vannak, ez nagyon szép és jó, de a magyar gazdaság egészében csökkent a hozzáadott érték, és a magyar bérek ennek megfelelően távolodtak a nyugat-európai bérektől, ezt is szépen kimutatja az Eurostat. Ez történt. Szerintem, ha ezt nem értjük meg, akkor nem tudunk eljutni a svájci frank hitelezéshez, mert szerintem a svájci frank hitelezésnek az a kulcspontja, hogy a magyar emberek túlságosan keveset keresnek. Hogyha dupla ekkora lenne a jövedelme a magyar társadalomnak, akkor egy 20%-os svájci frank ingadozást szépen elviselt volna a magyar háztartások költségvetése. Az alap probléma tehát az, hogyha nagyon keveset keresünk, és valahogy lakáshoz akarunk jutni, mert nem mindenki örökölt lakást, akkor valahogy föl kellett venni hitelt, a forint kamatok nagyon magasak voltak, ebből adódóan racionális volt svájci frank hitelt felvenni. Ennek a 20%-os ingadozására nem nagyon számíthattak az emberek, mert ez azért következett be, mert gazdasági világválság tört ki közben. Ezt a 20%-os ingadozást nem tudja elviselni a nagyon-nagyon alacsony bérekkel versenyző magyar
gazdaságban a magyar háztartások költségvetése. Ezért mondom, Gergő, hogy ha nem értjük meg a gazdaság szerkezetet, akkor nem fogjuk megérteni. Önmagában a svájci frank hitelezés kiragadva nem megérthető. Köszönöm. Ezzel abszolút egyetértek, de egyébként azt már feladtam, hogy a svájci frank hitelezésre legyen időnk, úgyhogy tényleg csak azt a kérdést próbáltam felvetni, és megint Surányi Györgyhöz fordulnék, hogy ebben a környezetben betöltheti-e a bankrendszer alapfunkcióját, tud-e oxigént, azaz pénzt. Nem is vettem észre, hogy ezzel megint behoztam az ökovonalat. Szóval tud-e pénzt adni a bankrendszer a hitelt igényleknek jelen állapotban? Nagyon sok minden elhangzott, és igyekszem nagyon koncentráltan beszélni. Én vagyok az utolsó, vagy én lennék a legutolsó, aki azt mondanám, hogy a 6-9%-os pozitív reálkamat mellett lehet fenntartható gyors növekedést csinálni. Egy olyan országban, amelynek jó években a potenciális növekedés üteme 4% körül volt. Ma nincs annyi. Egyszerűen a makromodellekből, makroökonomiai modellekből következik, hogy ahol a növekedés, a makroprofit 4% évente, ott nem lehet 6-9%-os pozitív reálkamatláb. De ezt a bankok nyakába nyomni, ez szerintem nem megalapozott, mert ezt nem a bankok alakítják a 6-9%-os pozitív reálkamat szintet. Ez egy elhibázott gazdaságpolitikának a mellékterméke, egy olyan elhibázott gazdaságpolitikának a mellékterméke, amely, és nem értek veled egyet, ami 2001-től nyert teret, mert 2001-ig, és tessék megnézni a statisztikákat, a hiteleknél a vállalkozásoknak nyújtott pozitív reálkamatszint nem haladta meg az 1-2%-ot. Ugye magas infláció volt viszonylag, jött le 30-ról és ment le az infláció 8-9%-ra, de a pozitív reálkamatszint az ebben az időszakban nagyon tudatosan törekedtünk erre, az 1-2%-ot nem haladta meg. Ennek is volt a következménye az, és itt megint tévedésben vagy, hogy nem arról volt szó, hogy a multik bejöttek, nem jöttek be. Ezekben az években minden évben, 95-ben is, 95-ben 7-8, 96-tól minden évben kétszámjegyű beruházás növekedés volt az országban. Beruházás nélkül pedig nincs technikai haladás, nincs termelékenység, nincs munkahely, nincs felzárkózás, nincs semmi. 1-2 százalékos reálkamat. Azért mondom, hogy én ezt tudatosan képviseltem Bokros Lajossal, és tudatosan álltam ellent annak, amit nagyon sokan tankönyv szerint mondták, nem te egyébként, hogy miért nem visszük le azonnal az inflációt. Azért nem tudtuk levinni azonnal az inflációt, mert azt gondoltuk, hogy a reálszférának nem érdeke. A reálszférának akkor probléma az infláció, ha volatilis, kiszámíthatatlan, váratlanul történik, nem előrelátható, nem kiszámítható, stb. Ha előrelátható, kiszámítható, és ez volt a csúszó leértékelés hozadéka, akkor lehet előre menni és tud működni a gazdaság. Az, hogy 2001 után a pozitív reálkamatláb 6-9% lett, az egy elhibázott költségvetési politika és egy hasonlóan elhibázott monetáris politikának a következménye. Egy olyan gazdaságpolitikai keveréknek, ahol az egyik először 2001-től 2006 nyaráig egy oldalon az export és beruházás vezérelte növekedési pályáról, a költségvetési kiadás és a fogyasztás növelés vezérelte pályára akart átmenni, ami egy nyitott kisgazdaságban garantáltan vesztésre van ítélve. Ennek következtében ugye a költségvetés egy átlagosan 2001 és 2006 között 7-8%-os deficittel zárt. Ez elszívta a forrásokat a magyar gazdaságban. A jegybank erre úgy reagált, hogy minden áron le akarta vinni az inflációt, olyan körülmények között, amikor a költségvetés hiánya nőtt, az államadósság nőtt, a reálbérek kétszer gyorsabban növekedtek, mint a termelékenység, a külső egyensúly hiány megduplázódott, az árakat úgy lehetett féken tartani, hogy a költségvetés nyakig szubvencionálta az energiaárakat, a közszolgáltatási árakat, stb. És a jegybank erre föl akarta még levinni az inflációt. Ehhez fölvitte az égbe a kamatokat. A magyar társadalom természetesen ilyen körülmények között nem takarított meg. Nem takarított meg, mert jött neki az a tény, hogy devizában tudott eladósodni. Látszólag olcsón. Most itt a deviza eladósodásnál is
két tényezőt, vagy egy tényezőt legalább szeretnék megemlíteni. Én az utolsó pillanatig ellenálltam, amíg a jegybank elnöke voltam annak, hogy Magyarországon a magyar gazdaság szereplői egymás között devizában tranzaktáljanak. Abban a pillanatban, amikor devizában lehet tranzakciókat csinálni, onnantól kezdve a monetáris politikának a hatékonysága töredékére csökken. Minél magasabbra emeli a kamatot, annál inkább a pénzügyi dezintermediációt segíti és a külföldi tőke bevonását, ráadásul sokszor rövid lejáratú tőke bevonását ösztönzi, és a kamat különbözet lefölözésére hív. Ennek a következménye volt ez a 6-9%-os pozitív reálkamatláb, nem a bankok szórakozásának. Most még egy dolgot szeretnék mondani, ami nem közismert, vagy szakértők között nyilván az, de talán szélesebb körben nem. Az a bankrendszer, ami Magyarországon létrejött, és ami én lennék az utolsó, aki azt mondanám, hogy megfelelően jól, hatékonyan, stb. Működött. De azért azt látni kell, hogy Magyarországon a költségvetés elszívta az összes hosszú lejáratú forintforrást a rendszerből, egy tipikus kiszorítási hatás, crowding out következett be, ami a hozamgörbe hosszú oldalán is fölfelé nyomta a kamatokat, a hozamokat. Ennek következtében, hogyha a vállalkozások és a lakosság pláne hosszú lejáratú hitelhez akart jutni, az nem lehetett másból, csak külföldi forrásból, csak devizából lehetett. Ugyanis belföldön nem volt elégséges megtakarítás. Belföldön, ami megtakarítás rendelkezésre állt, az sajnos a költségvetés elszívta. Az a költségvetés, ami a kamatokra érzéketlen, őt nem zavarta, hogy 7-8-9-10%-ot kell fizetni a hosszú lejáratú források után, de ami padlóra küldi a reálgazdaságot. És bocsánat, még szeretném két mondatot, ha lehet befejezni, mert nyilván ide kapcsolódik, amit kell mondanod. És ebben a folyamatban, amikor a magyar gazdaságnak nincs elégséges megtakarítása, és ebben gyökeresen különbözik a cseh, a szlovák, a lengyel társadalomtól, kulturális, történelmi, szociológiai, mindenféle oka van ennek, Magyarországon a lakosság pénzügyi megtakarítási rátája hasonló életkörülmények között, mint a fent említett három országban, a fele, mint ezekben az országokban. Ezt a különbséget pótolta be, vagy pótolta ki a bankrendszer. Magyarországon a hitelbetét arány 150%, tehát 50%-kal több hitelt nyújt a magyar bankrendszer, a válság csúcsán egyébként 100%-kal több hitelt nyújtott, mint amennyi a betét, mint ami a hazai megtakarítás. Ezt ezek a csúnya undok külföldi anyabankok biztosították a magyar társadalomnak. A vérszopó, kizsigerelő, csúnya külföldi bankok. Amiben hibát követett el a bankrendszer, elsősorban az két dolog. Először is abban, hogy az euró mellett, vagy az eurón kívül főként az eurótól független devizában, nevezetesen svájci frankban hitelezett, ugyanis a svájci frank euró árfolyamnak semmilyen hatása nincs a magyar gazdaság inflációjára, nominális változóira, stb. Tehát ha mi megmaradtunk volna az eurónál, a probléma mértéke, a töredéke lenne annak, mint amivel ma szembenézünk. A második probléma, ami volt, az a hiteleknek az árazása a válságot követően. Ott a bankrendszer önző módon reagált, és azt gondolom, hogy saját érdekeivel is szembe ment. Ugyanakkor, hogyha a dolog kialakulását nézzük, akkor azt gondolom, hogy a felelősség sajnos osztott. Egy elhibázott költségvetési politika, a nagy deficit az, amelyik megteremti a feltételeket, egy ugyancsak elhibázott monetáris politika, amelyik túlszigorítja a kamatszintet, nem az a baj, hogy szigorú, túlszigorítja, és ezzel ösztönzi a külföldi tőke bejövetelét. Egy olyan monetáris politika, amelyik azt mondja, hogy neki a hitelnövekedésre nincs hatása, nem érdekli. 25%-kal nőtt évente Magyarországon a hitel, ami nyilvánvalóan nem volt összhangban a gazdaság lehetőségeivel. A felügyelet, amelyik nem kényszerített ki egy nagyobb tőkekövetelményt a devizahitelek mögé, és végül azok az ügyfelek, akik nagyon gyakran vagy nem ritkán a lehetőségeiken túlnyújtózva vettek föl hiteleket.
Róna Péter jelezte, hogy... Hát ez jó hosszú volt. Na most, akkor mindaddig, amíg nem jutottunk el a devizahitel kérdésig, tehát amíg a reálkamat szerepe, a gazdasági szerepéről volt szó, azt hiszem, hogy teljes egyetértés van közöttünk, tehát ott összhangban vagyunk. Amikor azonban odaérünk, hogy a svájci frank hitelezés kapcsán a bankoknak valójában nincs felelősségük, akkor borul a bili. Nem ezt mondtam. De ezt mondtad. Nem, azt mondtam, hogy abban van, hogy svájci frankban. Ez egy óriási, monumentális szakmai hiba, ami ezt történt. Mondtam, de ezt mondtam. De hát akkor a csúnya bankok. Nem. Akkor a csúnya bankok. Ha egy ilyen monumentális hibát el lehet követni, azért, mert ez egy teljesen mértéktelen profit lehetőséget biztosított a bankok számára, az egy nagyon-nagyon komoly, súlyos hiba, amiért igenis a bankoknak el kell számolniuk. Itt nincs kiút. Hát amit nem fizet vissza az ügyfél, amit nem fizet vissza az ügyfél, 17%-a nem fizető ügyfél, tehát 100 forintból 17-et nem kapunk ezt vissza, fizetjük. Vágtam, én nem vágtam közbe, amikor te beszéltél. Végig vártam ezt a nagyon-nagyon hosszú apológiát, ugye, ami a klasszikus, neoliberális, próbank mise. A tény az, hogy itt egy monumentális szakmai hiba történt, ráadásul egy olyan szerződés szerkezet megfogalmazásával, ami a világ gyakorlatában teljesen egyedülálló. A következménye mindennek azonban az, és jobb lenne, ha minél előbb kollégáiddal együtt ezzel szembenéznétek, az, hogy teljesen elvesztettétek a társadalom hitelét és bizalmát. Teljes mértékben. Na most, itt nem lehet ezt megúszni azzal, hogy aki azt mondja, hogy a bankok rosszul csinálták, az antikapitalista, az nem ért a bankokhoz. Én értek a bankokhoz, hidd el. És én hiszek a kapitalizmusban, hidd el. Én hiszek a piacgazdaságban. De amit ti műveltetek, annak semmi köze a tisztességes, mérsékelt, fegyelmezett piacgazdasághoz és ennek a szakmának az alaptételeihez. Tehát itt egy nagyon nagy hiba volt, ezt nem lehet megúszni, nem is fogjátok megúszni, mert vesztetek nagy rengeteg pénzt, de azzal, hogy ezt azzal próbáljátok hárítani, hogy aki erre felhívja a figyelmet, az piacellenes, az kapitalista ellenes, az demokrácia ellenes, az antiszemita, az nem ért a dolgokhoz, ugye? Nem, te nem, de mások igen. Ugye? Az nem fog menni. Tehát nagyon-nagyon komoly szembenézésre van szükség ahhoz, hogy ez a bankrendszer ismét funkcionális legyen, és visszanyerje a társadalom minimális bizalmát. Azok a marzsok, amit ez a bankrendszer élvezett 2004 után, hallatlan marzsok voltak. A hitelmarzsokra. Hát figyelj ide. Hogy állapítja meg egy átlag magyar nagybank a kamat kiszámítását a szerződésben? Azt mondja, a kölcsön kamatának mértéke változó. A kamat mértéke első alkalommal a szerződés kötés napját fél évvel követő fél év első munkanapján változhat, egyébként pedig naptári fél évenként. A változás követő fél év során, stb., és akkor jön a
kamat kiszámításának a meghatározása, ami szerint a kamat kiszámításánál a bank figyelembe veheti a fogyasztói árindex alakulását, a kötvényhozamok alakulását, a magyar nemzeti, svájci hitelről van szó, a Magyar Nemzeti Bank alapkamatának az alakulását, és így tovább, és a széljárást is. A tiétek is ilyen. Nem lehet nyomon követni, hogy hogy van a kamat kiszámítva. És bevezették az egyoldalú szerződésmódosítás intézményét, ami a világon nincs. Tehát kialakult egy olyan helyzet, ami egy fenntarthatatlan állapotot hozott létre a nemzetgazdaságban. Ezt nem lehet védeni. Na most, hogy visszatérjünk a makrós kérdésekre, ami, mint mondom, nagyon sok tekintetben egyetértünk. De azért nektek felelősségetek van, hogy igenis kihasználtátok a nagyon magas reál kamat által felkínált lehetőséget, és éltetek vele. És nem arról volt szó, hogy a bankok verték az asztalt a Nemzeti Bank. Te igen, én tudom, hogy te felálltál és mondtad, hogy ennek rossz vége lesz, mert egyik ilyen alkalommal ott voltam. Te igen. De a bankszövetség egésze nem. Tehát nem támogatta ennek a kérdésnek a megoldását. Ha pedig nem megyünk vissza az 1-2%-os reálkamat szintre, megette a fene. Mert nem lesz beruházás, nem lesz munkahely, Matolcsi mondhat, amit akar, Orbán mondhat, amit akar, és így tovább. Ilyen reál kamat mellett megfulladunk. Ennyi. Egy pillanatra akkor visszavenném a szót, köszönjük szépen. Mindenképpen érdekes élmény volt, amikor ugye bejelentettem, hogy hát a svájci frank hitelezés, lakossági devizahitelezés az most már nem fér bele, akkor milyen intenzív vita indult erről a dologról, és ez a bizonyos, van egy jelenleg hitel kérdés, ez kevésbé hangzott el, de tényleg érdekes volt viszont ez a nézet ütköztetés. Az időnk lejártával én most azt javasolnám, közben megsúgták a fülembe a szervezők, hogy azért kérdés-válaszra még van egy negyed óránk, tehát biztos, hogy mindenkiben maradt még viszont válasz, de talán hallgassuk most meg megint a lakossági, a hallgatósági kérdéseket, és akkor utána még Kiki egyfajta zárszóként elmondhatja, ami nagyon benne maradt. Van hát túl, jövök és adom. A közelmúltban a médiában nagyon sok egészen apokaliptikus hírt lehetett olvasni, vagyis nem hírt, hanem ilyen véleményeket arról, hogy a válság milyen következményekkel fog járni, többek között Pogácsa Zoltán blogjában is. És ennek kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy a tisztelt közgazdász urak mit javasolnak az egyszerű embereknek, hogy egyrészt a megtakarításukkal, másrészt a jövedelmükkel mit csináljanak. Fejős Tamás vagyok, én szintén ezt a kérdést akartam feltenni, úgyhogy megerősítem, hogy ennek a megválaszolására erős igény van. És egy olyan kérdésem volna még, hogyha 3%-kal nő a GDP és 4% az infláció az adott évben, akkor hány százalék volt a GDP emelkedés? Mert szerintem mínusz egy. Köszönöm. Itt két oldalról bántják a bankot, én nem trendi akarok lenni ezzel, hogy fölteszem a kérdést, hanem tényleg érdekelne Surányi úr véleménye. Itt az egyszerű nép az azt látja, hogy itt, amikor azt mondják, hogy a 244 egység helyett csak 180-at kell visszafizetni, mert hát a banknak úgyis van azon akkora nyeressége, akkor tényleg azt gondolhatják, és a bankok ugye nem mennek ettől csődbe. Az egyszerű emberek, átlag ember tényleg azt gondolhatja, hogy hát itt azért meglehetősen nyomorítja a bank az embereket, és amikor a bankszövetség
részéről a Patai úr is egyetért a kormánnyal, és ezt helyesli, akkor nem tudom, hogy ezt a részét hogy látja. Köszönöm. Hazai András. Következő a kérdésem. Önök szerint mi volt a lánctartozásoknak az oka, és önök hogy oldanák meg? Bocsánat, most vagy a korábbi? Most általában, mert ez elég folyamatos. Tudom, hogy voltak rá. Akár most is, mert most is van. Van esetleg még kérdés olyantól, aki még nem kérdezett? Na, Gyula vagyok. Én azt szeretném kérdezni, hogy itt Magyarországon nagyon nagy hagyománya vannak, mindig szeretünk valamilyen problémánál egy bűnöst kikiáltani. Most én azért szeretném megkérdezni az előadókat, hogy ugye a jelenlegi irány az, hogy most akkor a bankrendszerrel rálőcsöljük ezt a problémát. Véleményem szerint ez nem egy jó megoldás, nagyon rövidítve csak úgy látom, hogy ezt hárman hozták össze, végülis az államnak is megvan a szerepe. Az állam alatt most azért azt értem, hogy itt szomszédos országokban mindenütt volt svájci frankitelezés, mindenütt korlátozták, nálunk ez mégis működött, ugyanazok a bankok más országban esetleg nem adtak svájci frankitelt, tehát azért nem azt mondanám, hogy csak a csúnya bankok, tehát az állam szerepe az ebben szerintem benne van. A fogyasztók szerepe szerintem ugyanúgy benne van, még akkor is, hogyha most ők a legnagyobb áldozatok, és a legnagyobb gondot abban látom, hogy ez a mostani irány, ez egy elhibázott irány. Tehát azzal, ami csak egy példát mondok, hogy volt egy megállapodás, amikor kiállt a kormány és a bankok a nagy közönség elé, és bejelentettek egy adósmentő programot, ami hát nem a legjobb megoldás volt, de látszott, hogy hárman álltak ki. És utána jött egy ilyen teljesen derültékből villámcsapás, a 180 forintos svájci frankos megoldás. Ez egy nagyon frappáns megoldás, csak éppen ez nem fogja megoldani a problémás adósok helyzetét, biztos nem, mert nem annak van problémája, aki vissza tudja fizetni 180-on a teljes hátralevő adósságát, hanem annak, akinek nem mostantól 270 lesz az euró, hanem 300, meg nem 220 a svájci frank, hanem 240, tehát a probléma itt ezzel teljesen el lett szúrva. Tehát én most csak annyit kérek, hogy esetleg nagyon röviden a megoldás, sok megoldás elhangzott, ismerem Róna Péternek, Surányi Péternek is volt javaslatai, tehát nyilván a mostani helyzetben is látnának más megoldást. Köszönjük szépen. Megint nagyon széles körből érkeztek, ahogy széles témát öleltek föl a kérdések. Akkor szerintem még nekem egy kérdés, és utána visszaadnám a szót. Bocsánat. Köszönöm, Erdős Zoltán vagyok. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye tudjuk, hogy a gazdaság szinte megállt az utóbbi időben, de közben azt is tudjuk, hogy az utóbbi években jelentős mennyiségű pénz áramlott a gazdaságban az uniós transferek formájában. Nincsenek erre még részletes értékelések, de úgy tűnik, mintha ezt nem sikerült volna nagyon hatékonyan elkölteni. Hogyan látják ezt, hogy ez lehetett volna egy kitörési pont, és tehát hogy ez mennyire volt elhibázott ennek az elköltése, ennek az óriási mennyiségű pénznek, és milyen hatása volt a gazdaságra, és milyen hosszú távú hatása lehet. Köszönöm. Adott esetben rossz fejlesztéseket is csinálhatunk, aminek aztán költsége van később, működési költsége. És sokkal fontosabb, hogy hogyan működik az ország, és ebből a szempontból az oktatási rendszernek, a foglalkoztatási rendszernek, a bíróságok működésének, a korrupció ellenes küzdelemnek és az önkormányzatiságnak vannak igen jelentős hozzáadott érték ebben, hogy hogyan működik egy ország. Ebből csak egy kisebbik részére van igazából hatással az uniós transfereknek a rendszere. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, mint az uniós transferek, amelyekről még egy apró mondat, hogy soha nem fogjuk tudni kimutatni, hogy milyen hatással voltak a gazdaságra. Egyrészt, mert azok a számítógépes rendszerek, amelyek ezt nyomon követik, azok képtelenek, rosszul működnek. Én ezt próbáltam többször, nem fogunk igazán erre választ kapni. A másik meg, hogy nem lehet kiszűrni a gazdaság egyéb hatásairól, és mindig azt fogják mondani, hogy egyéb más gazdasági dolgok miatt ment félre. Arra a kérdésre a válasz, ami itt bal oldalról hangzott el, hogy miben takarítson meg a magyar lakosság.
Ez nagyon jó kérdés abból a szempontból, mert lehetőséget ad nekem arra, hogy reflektáljak egy kicsit arra, amit Surányi György mondott egy előző hozzászólásában, már hogy a magyar társadalomnak sokkal alacsonyabb lenne a megtakarítása, vagy hogy sokkal rosszabb lenne a pénzügyi kultúrája, amit nem feltétlenül ő mondott, de ide szokták kötni ezt. Ez egész egyszerűen nem így van. Nekem volt egy hosszú vitám Madár Istvánnal, aki a közgázon gazdaságpolitikát oktat, és ő is valami hasonlót mondott, és ezt mi nagyon hosszan végigvitattuk, és megnéztük az adatokat konkrétan, hogy ez így van-e. És az volt a tapasztalatunk, megdöbbentő módon, hogy ez nem így van. A kelet-európaiak nagyjából ugyanakkor a részét takarítják meg a jövedelmük meg, mint a nyugat-európaiak, és ez annak ellenére van így, hogy a nyugat-európaiak sokkal többet keresnek, márpedig általában aki többet keres, az nagyobbat szokott megtakarítani. Tehát adatszerűen nagyságrendileg nem tér el a kelet-európaiak megtakarítási rátája a nyugatiaktól. Ezen belül a magyarok, ugye, és akkor nagyon jó a kérdés, miben rakja most valaki a pénzét. Tehát lehet azt mondani, hogy a magyaroknak nagyon alacsony a pénzügyi kultúrája, vagy a megtakarítása, stb. De először is nem is nagyon jön vele szembe a probléma. A magyarok túlnyomó többsége nem keres annyit, hogy egyáltalán megtakarításai lehetnének. Erre kimutatások vannak, hogy nem is keres annyit, hogy megtakarításai lehetnének, tehát nem jön szembe vele a probléma. Ha meg vele szembe jön, akkor legyünk őszinték, mi közgazdászok. Mit tudnánk mondani az utóbbi 10 évre nézve, mit javasoltunk volna mondjuk egy utóbbi 8-10 évben, hogy mibe rakják az emberek a pénzüket? Ingatlanba? Hát az összeomlott. Svájci frankba? Honnan tudtuk volna? Iszonyatos volatilitása van. Ma mit mondanánk egyébként? Olajba? Az olaj fölment valameddig, majd utána visszazuhant. Igazából nagyon-nagyon nehéz mondani valamit, hogy konkrétan mi az, amiben az emberek a megtakarításaikat tartsák, még akkor is egyébként, hogyha ha az ember egy kicsit képzettebb ezekben a dolgokban. Tehát én egyáltalán nem osztom azt, hogy olyan nagyon egyértelmű lenne, hogy a magyaroknak a megtakarítási rátája, vagy a pénzügyi kultúrája az annyival rosszabb lenne, és még egy utolsó megegyezést, ezen belül persze vannak regionális különbségek, és mindig a csehekkel például hozunk, hogy a csehek azok mennyivel többet takarítanak meg, de azt soha nem tesszük hozzá, hogy a Csehországban egyrészt 18%-kal magasabb a foglalkoztatás, tehát Magyarországon az uniós átlaghoz képest 10%-kal alacsonyabb a foglalkoztatás, Csehországban 8%-kal az uniós átlag fölött vannak. Másrészt a cseh reálbérek azok 35%-kal magasabbak, mint a magyar. Tehát ez azért nagyon fontos abból a szempontból, hogy a magyar embereknek mikor romlik el az a hűtője, mikor kell megvenni azt, amit 30 éve nem vettek már meg. Tehát szerintem nagyon bántó azt mondani, hogy a magyar emberek olyan nagyon-nagyon pazarlóan éltek volna az elmúlt időszakban. Nem ezt látjuk a valóságban. Surányi György folytatja a válaszadást? Akkor itt folytatnám. Teljes tévúton jársz, nem a jövedelemtől függ a megtakarítás, az egy komponens. Kínában 25 éve elképesztően magas megtakarítási ráta van, ma már kezd a GDP-jük, hát még mindig a miénknek a fele, de ezen a fele GDP-n van egy eszelősen magas megtakarítási ráta. Az Európa fejlett országai között a megtakarítási rátákban eszelős nagy különbségek vannak, Németországban magas, Olaszországban nagyon magas, Görögországban nagyon alacsony, Spanyolországban elég magas, totáli Ausztriában nagyon magas, majdnem azt mondanám, hogy a német befolyásolású országokban, és ebből Olaszország kiri, de ott is nagyon magas a megtakarítási ráta. Koreában tradicionálisan nagyon magas a megtakarítási ráta, akkor is, amikor az egyfőre jutó GDP-jük a miénknek a fele volt, és ma is nagyon magas, amikor a miénknek az 50%-kal magasabb szintján. Az USA a leggazdagabb országok között van, és negatív volt a nettó pénzügyi megtakarítása a 90-es évek közepétől az elmúlt 2-3 évvel ezelőttig. Úgyhogy ezek sajnos irreleváns megállapítások, és én nem kvalifikáltam ezt rossznak vagy jónak, egy tényként próbáltam mondani, hogy ez így van, ehhez kell, ezért nem lehet például Magyarországon valószínűleg még 3%-os költségvetési hiánnyal sem elműködni, mert nagyon kicsi a megtakarítás. Ehhez kell a gazdaságpolitikának alkalmazkodnia. Ez nem hiba, ez nem jellemhiba, nem morális kérdés, tradicionálisan így van. Egyébként Magyarországon a válságot megelőző években
a visegrádi négyek közül 100 000 lakosra 50%-kal több személyautót adtak el, mint ezekben az országokban. Úgyhogy nem arról van szó, hogy nem hiba, nem baj, semmi bajom nincs vele, de ennek van gazdaságpolitikai következménye, amit figyelembe kell venni. Nagyon fontos kérdés, ja, mibe lehet befektetni, hova tegyék a pénzüket, mit csináljanak vele. Nem tudok más mondani, mint hogy vigyázzanak rá. Úgyhogy a 240 versus 180, itt valóban van egy nagyon súlyos félreértés. Az ügyfeleinknek a túlnyomó nagy többsége azt hiszi, hogy az eredetileg felvett árfolyamhoz képest, ahova elment a devizának az árfolyama, a közötti különbség az, mintha a bankok nyeresége lenne. Ez egy súlyos tévedés. A bankok mérlegének kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg kell felelnie az eszközöknek, a hiteleknek és a forrásoknak deviza nem szerint. Amit mi svájci frankban hiteleztünk, ahhoz svájci frank forrás kell. Tehát nekünk ugyanúgy, amikor az ügyfél visszafizet, mi ugyanúgy 246 forinton vettük ma meg a svájci frankot, mint hogyha az ügyfelünk vette volna meg a svájci frankot a piacon, és abból fizette volna vissza, és nekünk ugyanúgy, mi is ugyanolyan volumenű svájci frankkal tartozunk a többiektől fölvett hitelért. Tehát ezen nekünk semmi nyereségünk nincs. Egyébként meg lehet nézni a bankoknak a mérlegeit. A tavalyi évben a 8 nagybank közül 4 hatalmas veszteséggel zárta az évet, miközben, hát hogyha ez így lenne, akkor nekünk valami egész paradicsomi nyereségeket kellett volna elkönyvelnünk. Tehát ez egyszerűen tényleg nem így van. Nekünk ezen nincs, egy fillér nyereségünk nincs, nem is szabad, hogy nyereségünk legyen. Ha úgynevezett nyitott pozíciónk volna, akkor a felügyelet már rég bezárta volna ezeket a bankokat, mert akkor olyan kockázatokat vinnének, amit nem lehet. A következő kérdés, hogy kinek mi a szerepe. Én az első megállapodást, amit a Bankszövetség a kormánnyal kötött, azt egy jó szándékú, de nagyon vérszegény megállapodásnak gondolom, amiben a legfontosabb kérdésekre nem kerestek választ, és nem is adtak választ. A bankok többsége úgy gondolta, hogy száraz lábbal ki lehet jönni ebből a helyzetből. Mi akkor egy olyan javaslatot tettünk le az asztalra, ami azt gondolom, hogy elég tisztességesen szétosztotta volna a terheket a bankok egyfelől, az ügyfelek másfelől, és a jegybank állam között harmadik oldalról, bár hozzá kell tennem, hogy egy olyan trükköt javasoltam ebben, amiben lényegében az államnak ez nem került volna pénzébe, ami azt gondolom, hogy szakmailag megállja a helyét. De a bankok a mi javaslatunkban évi ilyen 50-60 milliárd forintot veszítettek volna, amit másik oldalon az ügyfelek nyertek volna meg, és az ügyfeleknek a törlesztése átstruktúrálás hatására 30-35%-kal csökkent volna, és a svájci frank tartozás kihajózódott volna a magyar bankrendszerből. Róna Péter is nem ugyanez, de valami hasonlót mondott korábban. Az nekem egy kicsit bonyolultabb konstrukció volt, mint amit mi mondtunk, de valami ilyet, és ez jól mutatja azt, hogy mi úgy gondoljuk a bankban, hogy egy, tömegesen nem lehet embereket utcára tenni, kettő, azt gondoljuk, hogy a kialakult helyzetben osztott felelőssége van a kormányzati gazdaságpolitikának, a Magyar Nemzeti Banknak, a felügyeletnek, természetesen a kereskedelmi bankoknak, és részben az ügyfeleknek is. Ezért valamilyen módon olyan megállapodásra kell törekedni, vagy kellett volna törekedni, ami ezt teljesíti. Mi a probléma a végtörlesztéssel? Nem csak az a probléma a végtörlesztéssel, hogy aki igazán bajban van, annak nem ad semmit, azt törvényileg kizárja a rendezésből, hanem az is a problémája, hogy minél többen törlesztenek, a forint árfolyama annál gyengébb lesz,
annál jobban megnő a többieknek a tartozása, és ne essünk tévedésbe, nem csak annak az 5-600 ezer családnak nő meg a tartozása, hanem a 10 millió magyar állampolgárnak is. Ugyanis az államadósságnak a 45%-a devizában denominált, ahogy a forint árfolyama lemegy, az azt jelenti, hogy az államnak a kamatfizetési kötelezettségei a devizaadóssága után megy föl, az államadósság aránya a GDP-ben megy föl, a forint hozamgörbe is fölment, tehát a forint adósságoknak is a kamata fölmegy, úgyhogy a magyar adófizető, a 10 millió ember fizet legalább 60-100 milliárd forinttal évente többet, ha így marad a helyzet, ennek a javaslatnak az eredményeként. Tehát itt nem arról van szó, hogy a bankok nagyot veszítenek, a bankok hülyére veszítik magukat, de ez senkinek nem egy probléma, mert dögöljünk meg. Ez rendben van. De az országnak van hatalmas vesztesége belőle, mert ráadásul mi akkora tőkét veszítünk ennek hatására, hogy fizikailag, és akkor visszatérek a kérdésre, fizikailag nem tudunk hitelezni. A bank egy olyan állatfaj, amelyik annyi hitelt tud adni, amennyit a törvény előírása szerint tőkével fedezni tud. Ha a tőkéjét elveszíti, nem tud hitelt nyújtani. Ha akar se, nem 6-8%-on, amin mélyen egyetértek, hogy nem lehet növekedést csinálni, semmilyen százalékon nem tud hitelt nyújtani. Ezzel teljes mértékben egyetértek, alapjában minden tétel. Én nem akarom a bankokat ostorozni, nem arról van szó, hogy rájuk akarom lőcsölni a felelősséget. Én nagyon szeretném, hogyha ebben az országban egy egészséges, hatékony, jól működő bankrendszer jött volna létre. És nagyon szeretném, hogyha létre jönne. Engem irritál az a valósággal való nem szembenézés, ami az elmúlt éveket jellemezte. Bankok elmentek egy szélsőségesen prociklikus irányba, mindig prociklikusok a bankok, de ilyen mértékű prociklitást demonstrálni, mint amit láttunk ezekben az években, nagyon-nagyon szélsőséges volt. És most bűnhődnek. Tényleg az van, ahogy a Surányi György mondja, hogy óriási veszteségeket könyvelnek el, és még nincs vége. Tehát ez a devizaadóság halmaz, ez összeroppanthatja őket, ez összeroppanthatja az egész nemzetgazdaságot, és szétveri a társadalmat. Ez a helyzet. Na most rendkívül sajnálatos, hogy se ez a kormány, se az ezt megelőző kormány, se az azt megelőző kormány ezt a problémát nem vette komolyan, és a legutolsó szakaszban pedig teljesen képtelen megoldásokat tákolt össze. Ezek a megoldások nem fognak működni, hanem mint ahogy Surányi hogy nagyon helyesen elmagyarázta, mert messze meg egyetértek vele, csak rosszabbítja a helyzetet. De hát itt tartunk. Ja. Volt még valami, amit... EU. Sok minden volt, a lánctartozás. Ja, lánctartozás, bocsánat, a lánctartozás. Igen, hát a lánctartozásnak a fő okai egy, hogy a csőtörvény még mindig elégtelenül működik. Ez nagyon lassú, nagyon vontatott, és alapjában véve nem, csak a csőtörvénynek valójában az lenne a dolga, hogy nagyon gyorsan lehetővé tegye az adósságok rendezését, és lehetőséget adjon arra, hogyha a hitelezők és a vállalat ezt úgy látja, hogy a vállalat újra életbe kezdjen. És ne az, hogy büntessen. Tehát itt ez egy magyar probléma is, egy európai probléma is, hogy te jó Isten, a bukás, akkor annak, ha valaki bukott, akkor bukott ember, vége, dögöljön meg ott, ahol van. És nem az, hogy a bukásból tanulni kell, értelmezni kell, hogy mi vezetett oda, mi volt a hiba, és újra kezdeni az életet. Ugye? Tehát a csőtörvénynek a szellemisége rossz, ami aztán azt jelenti, hogy a problémák ahelyett, hogy megoldódnának és kikerülnének a rendszerből, ott lappangalak.
és akkor felhalmozódik ez a körbetartozási dolog. Nem segíti a helyzetet a bankok jelenlegi állapota, tehát ők küszködnek, ugye? És nem segíti a helyzetet általában véve, tehát az egész likviditási helyzete a gazdaságnak nincs a helyén. Nem jó. És akkor ez úgy lecsapódik, és ez lesz a vége. Köszönjük szépen. Annyira túllógtunk már az időbe, hogy bár nem fizettek érte a helyen, de azt javaslom, hogy talán már fogyasztás mellett folytassa, akinek még kedve van a témáról beszélgetni. Ezt mindenképpen szeretném megköszönni az asztalnál ülőknek a rettentő rálátásos és értékes gondolatait, hallgatóságnak a figyelmet. Zárszóval, összefoglalóval nem kísérleteznék. Köszönjük szépen, viszontlátásra!